Gyakorlatilag, hogyha azt tesszük alapul, hogy mekkora szülés számra jut az a bizonyos esetmennyiség, amikor beteg gyerekek születnek, tehát úgy a fejlődési rendellenességek, mint a genetikailag predisponált betegségek, ugye ezek nagyon kis számban fordulnak elő, ezért gyakorlatilag ezeknek az előfordulását bármely esetben ritka betegségnek tekinthetjük. Tehát mondjuk 1000 születése elenyésző százalékban fordul elő hasonló eset. Mi az a vizsgálat, amelyen minden kismamának ilyen szempontból is át kell esnie? Alapvetően kötelessége nincs senkinek semmilyen szinten. Tehát szerbiai törvények és a szabályok értelmében senki sem kötelezhető arra, hogy bármilyen vizsgálati eljárásnak vesse alá magát, mint ahogy arra se kötelezhető senki, hogy nőgyászati vizsgálatokra járjon a terhesség folyamán. Alapvetően vegyük első csoportnak az ultrahangosan elvégezheti vizsgálatokat. Itt az első komolyabb szűrés a 12. hét környékén történik, amikor is bizonyos paramétereket bérünk a magzaton, amiből következtetni lehet. Tehát, hogyha alapvetően a magzat kinézete ugye megfelel a normálisnak, akkor ezen felül még bizonyos paramétereket vizsgálunk, hogy amik esetleg jelenthetnek, illetve utalhatnak bizonyos genetikai betegségekre. A második ilyen ultrahangos szűrővizsgálat az pedig ott a 20 és a 25. hét között valahol történik. Ez gyakorlatilag egy olyan ultrahangos vizsgálat, amelyet külön szakképesítést igényel, hogy ezt valaki el tudja végezni, és így gyakorlatilag a magzat szerveit vizsgálatnak vetik alá, és megnézik, hogy esetleg vannak olyan jelek, amik bizonyos genetika, vagy akár más betegségekre is utalhatnak, nem minden betegségnek ugye kell legyen genetikai háttere. Történik egy genetikai szűrővizsgálat is. Tehát ennek a vizsgálati eljárásnak gyakorlatilag a pontosság olyan 80% körüli, tehát nem nyújt biztos diagnózist, de mégis azért utalhat olyan dolgokra, hogy a leggyakoribb például Down-szindróma és hasonlók előfordulnak az esélye nagy, vagy pedig kicsi. Hogyha itt felmerülnek bizonyos problémák, akkor ott a 16. hét után, hogy lehetőség van tovább a vizsgálatok elvégzésére, ugyanígy anyai vérből hormonális értékek vizsgálatára, vagy pedig, hogyha komolyabb probléma merül fel, illetve valószínűsíthető, akkor gyakorlatilag amniocentézisre is hasonló eljárások, és akkor már direkt módon állapítják meg a magzat genetikai állományából, hogy van-e valamilyen genetikai betegség, vagy nincs. Van egy új eljárás, ezek az úgynevezett NIPT-tesztek, itt arról van szó, hogy a magzati vérből néhány DNS fragmentum és kromoszoma fragmentum átjut az anyai keringésbe. Ebből direkt módon állapítják meg, hogy a gyereknek bizonyos genetikai betegségei vannak-e, majd, hogy nem 100%-os biztonsággal, vagy nincsenek. Na most ezek az eljárások, ezek sajnos manapság még nem támogatottak, ugye állami szinten, ebből kifolyólag drágák is, mert ugye ezeket az analíziseket nem Szerbiában végzik, hanem külföldön, Hongkongban, az USA-ban és hasonló helyeken. Mi az az alapvető születés előtti vizsgálat, amelyeket ebből a három szempontból akár el tudnak itt végezni? Amit a kórház keretein belül el tudunk végezni, az a 12. hétben aktuális ugyan ultrahangos szűrés és a genetikai vizsgálat, tehát van a kórháznak genetikusa. Ha ő azt mondja, hogy minden rendben van, akkor mi nem vizsgálódunk tovább, csak utaljuk a beteget esetleg arra 21-22. Heti ultrahangos vizsgálatra, illetve hogy a genetikus lát valami problémát, elvégzi a további genetikai analíziseket is, vagy pedig utalja tovább a beteget erre a magzatvíz mintavételre, és gyakorlatilag itt kimerülnek a kórházi lehetőségek. Mennyire tájékozottak elsősorban is a jövendőbeli fiatal szülők, illetve mennyire félnek, tartanak ezektől a ritka, illetve kevésbé ritka betegségektől? Hát itt nagyon széles spektrumon mozog a skála. Tehát eleve ugye a családi tapasztalatok, esetleg a korábbi terhesség tapasztalatai, a szociális státusz, az érzelmi státusz, a vallási meggyőződés, ezek mind befolyásolják. Itt nem tudok igazából véleményt mondani, mindenféle esettel találkoztam vele. Tehát olyannal is, aki azt mondta, hogy bármi történik, én szülni fogok, olyan extrém példákkal is, aki állandóan valami új vizsgálatokat akart, hogy magát nyugtassa azzal, hogy minden rendben van, ha bár valószínűleg ő is tudja, hogy ezen nem tudunk minden problémát kiszűrni, tehát gyakorlatilag mindenféle eset előfordul. Van-e arra példa, hogy a méhen belül is be kell avatkozni, hol lehet a beavatkozást elvégezni? Előfordulhat ilyen probléma, ritka esetben, tehát ezek a dolgok extrém ritkák. Nyilván nem vagyunk mindenhatóak, nem tudom minden problémát ugye méhen belül olvasolni, de mondjuk ha konkrét példát kéne említenem, akkor ami relatív gyakori, tehát pár esetre lehet csak beszélni évente, országos szinten, az például a korábbi szenzibilizáció miatt előfordult a magzat és az anya közti RH inkompatibilitás, tehát hogy az anya vére gyakorlatilag pusztítja a magzatnak a vérsejtjeit, és ez miatt a magzatban egy vérszegénység, egy anémia lép föl, és akkor ilyenkor ugye a terhesség bizonyos szakaszai
van, transfúziót kell adni a magzatnak, ami egy komplikált és veszélyes intervenció. Erre mi ugye se képesítve nem vagyunk, se anyagi lehetőségeink nincsenek, se gyakorlatilag nem is kell, hogy legyen, mivel olyan kicsi az esetszám, hogy ezeket a dolgokat egyszerűen nem racionális dolog ilyen kis, relatív kis intézményekben végezni. Erre valók a klinikák, tehát az ilyen pacienseketeknél hasonló dolgok fordulnak elő, azokat klinikákra utaljuk, Újvidékre vagy Belgrádba, és ott végzik el ezeket az intervenciókat. Sikeresen. Hát remélhetőleg. A gyakorlat mit mutat? Mennyire felelősségteljesek a szabadkai kismamák? Mennyire végeztetik el ezeket a vizsgálatokat? Hát alapvetően elvégzik, tehát az alapvető genetikai vizsgálatokat ezt a túlnyomó többség elvégzi. Előfordul, de ritkán, hogy valaki azt mondja, hogy én már pedig különböző okokra hivatkozva, tehát itt felmerülnek a vallási okok, meg egyéb okok is, azt mondja, hogy ő nem akar semmilyen vizsgálatot, és szülni fog, akármi is történik.